Sziasztok, Laci vagyok a Tech 2-t nézitek, és a mai videóban egy kifejezetten jó árértékarányú aktív zajszűrős fejhallgatóról lesz szó, verhetetlen akár 41 órás üzemidővel és olyan okos funkciókkal, amiket más, akár drágább fejhallgatók nem kaptak meg. Ez a Jabra Elite 85H. A Jabra neve nem olyan közismert, mint mondjuk a JBL vagy a Bang Olufsen, pedig több mint 100 éves múltra tekinthetnek vissza a Dan GN Audio Group részeként. Ők dobták piacra a világ első analóg vezeték nélküli fejhallgatóját, a világ első aktív zajszörös Bluetooth fülhallgatóját, és többek között az első Dolby támogatásos Bluetooth stereo fejhallgatót. A GN termékeit orvosi környezetben is használják, gyártanak többek között hallókészülékeket is, de jelen vannak a vállalati és a konzumer termékekkel is. Utóbbiak táborát népesíti a korábban már tesztelt Elite 65 és 75T fülhallgatók, illetve az Elite 85H is. Nos, mivel aktív zajszűrős vezeték nélküli fejhallgatóról van szó, ezért szerintem az árat nagyjából már be tudtátok lőni fejben, a 2019 tavaszán bemutatott fejhallgató jelenleg 80 ezer forintba kerül. Nem kevés pénz, de egy hét használat után én gondolkodás nélkül tudnám ajánlani. Nézzük, hogy mit nyújt ezért az árért. Kiemelve a dobozból a fülest, már is előtted vannak a tartozékok, ide tartozik természetesen a hortáska is. Illeszkedve a fejhallgató színéhez kapunk egy jack kábelt, egy USB-C kábel töltéshez, valamint egy dual mono adaptert, amennyiben esetleg repülőn használnád. Maga a felhallgató, ahogy azt láthatjátok ti is, három színben kapható, van pesgőszínű, illetve kék és fekete változat. A legtöbb vezetékmentes zajszűrős felhallgató kívül műanyag borítással rendelkezik, azonban itt a szőt felület dominál, de persze a többi az maradt mat felületű műanyag, és ez az a fajta, ami egyáltalán nem maszatolódik. 296 g-jával kicsit nehezebb, mint a többség, de a kialakításának köszönhetően egyáltalán nem terhes a viselése, Természetesen állítható fejméretnek megfelelően a műbörpárnák puhák, illetve mivel eléggé rugalmas, a szemüveget sem szorította rá fejemre és mivel ovális, tök jól körbeüleli a fülemet és passzívan is remekül izolál. A jobboldali írkáp alatt van egy állapotjelző LED, egy USB-C csatlakozó, valamint egy jack csatlakozó is, hogyha esetleg vezetékesen szeretnéd használni. Mindkét oldalon van egy-egy gomb, a jobb oldalival hívásnál a mikrofon némíthatód, egyébként pedig hangasztisztensekkel tudsz kommunikálni. A bal oldaligon pedig a módok közti váltást szolgálja, hogyha úgy állítod be, akkor hangalapon ki is mondja, hogy ANC, vagyis aktív zajszűrés, OFF, vagyis passzívan szűr, illetve a harmadik a hírtrú, így hogyha utcán vagy, és mondjuk beszélnek hozzád, akkor felerősíti a külső zajokat, és mindent tök jól hallasz. A Jabra érintő felület helyett fizikai gombokat választott, ami persze nem annyira letisztult, de például a Sony zajszűrős füleseinél a hidegben vagy nyírkos kézzel érintve összezavarodott a felület, ugye erről lehetett hallani, a fizikai ebből a szempontból megbízhatóbb. A középső gombbal veheted fel a hívásokat és indíthatod a zenét, az alsó és a felső gomb pedig egyszerű nyomással hangerőszabályozást, hosszú nyomással pedig zeneváltást szolgál. A párosítás és a Sound Plus applikáció gyakorlatilag ugyanúgy néz ki, mint a TVS füleseknél, az app elérhető Androidra és iOS-re is, tehát gyakorlatilag bármilyen telefonhoz használhatod és párosíthatod. Amit szeretnék itt kiemelni, hogy van négy úgynevezett momentsünk, ami gyakorlatilag a profilokat jelenti, ezek szerint külön állíthatod a hangzást, itt is megtalálhatók a már ismert, előre definiált beállítások, illetve a hanghatások, hogyha éppen relaxálni szeretnél. A Jabra Elite 85 h nak van egy olyan különleges képessége, ami a TBS fileseknél megszokott, viszont fejhallgatóknál nem az, hogyha leveszed a fejedről, akkor kb. két másodperc után automatikusan megáll a zene, ha pedig visszateszed a fejedre, akkor egyből ez is indul. Ezen kívül ugye 90 fokban is forgatható, plusz ugye össze is csukható, ami hordozhatóság szempontjából is előnyös, illetve hogyha a nyakadban van, akkor nem nyomja a kulcsontodat, Ilyenkor, ha elfordítod, akkor jelzi, hogy kikapcsolt. Tehát nem csak szimplán megáll a zene, de le is kapcsolódik a telefonról. Persze, hogyha visszafordítom, akkor a párosított telefonra automatikusan és szinte egyből visszamászik. Nagyon kényelmes és tökokos megoldás. Ez is ugyebár elősegíti a hosszú üzemidőt. Nem titok, hogy én egy ideje egy Beoplay H9-et használok a videók vágásához, amivel azért mondjuk nincs egy elkategóriában a Jabra, de mellette szóljon, mármint a Jabra mellett, hogy hosszú távon ez sokkal kényelmesebb. Az aktív zajszűrés az remekül működik, a mellettem lévő, vagy hát most mögöttem lévő ventilátor zaját teljesen kiszűri, illetve még a blue switches billentyűzetem leütéseit is nagyjából 90%-ban kiszűri, de azt sem hallottam meg, hogyha felcsöngettek hozzám, azonban a hangzásbeli különbség azért egyből feltűnt. A videóimat ugyanabban a környezetben, ugyanazokkal a beállításokkal veszem fel, és ami egyből feltűnt, hogy a Jabra Elite 85 h kevésbé hangsúlyos a basszus. A közép és a magas tartományok remekül szólnak, jól megkülönböztethetők a hangszerek is, mondhatnám, hogy felfelé ívelő a karakterisztikája, az alsó tartományok nem olyan erőteljesek, inkább a magasabbak dominálnak. Én személy szerint jobban preferálom az ütősebb basszust, amit meg is kaptam valamelyest, hogyha a hangszínszabályzónál feltoltam. 80 ezer forintért egyébként meg a hangzása, de én kicsivel több basszus vártam volna. A szintén fontos beszélgetési minőség is nagyszerű, a 8 mikrofonból 2 a te hangodat veszi, a többi hat pedig a háttérzajok, a járművek, a szélzaj kiszűréséért felel. Bekapcsolt aktív zajszűréssel az Elite 85H 34-36 órán át bírja, zajszűrés nélkül pedig 41 órán át hallgathatod a zenét. Az még gombócokból is sok. Ha esetleg valamikor lemerülne, akkor két és fél óra alatt teljesen feltöltheted, 15 perc töltéssel pedig 5 órányi üzemidőt kapsz. Összekezdve a Jabra Elite 85H ugyan nem a legjobb hangzású zajszűrős felhallgató, amit valaha életemben próbáltam, a Sony és a Bang azért túlmutat rajta, de 80 ezer forintért hatékony zajszűrést, elképesztően jó üzemidőt és hasznos funkciókat is kapsz az alkalmazással, illetve a hangzás is semek, csak egyszerűen nekem kevés a basszus. A negatívumok közé még az APTX kodek hiánya sorolható, de ezt leszámítva én teljesen elégedett vagyok ezzel a termékkel. Megbízható, stabil, kényelmes és okos. Ha érdekel, akkor a linket megtalálod a leírásban. Én én szerettem volna ebben a videóban, köszönöm, hogy megnéztétek. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!